Köszöntöm a kedves nézőket a háttérből. Így a háttér elején egy meghívót szeretnék átnyújtani önöknek. A Kárpát-medencei Vitézi Rend ezúton tisztelettel meghívja önt és kedves családját. A 2020. augusztus 16-án, azaz most vasárnap, 10 órakor a Ceglédi Református nagy templomban tartandó jubileumi Isten tiszteletre, melynek keretében a Vitézi Rend megalapításának 100. évfordulójára is emlékeznek. A háttér vendége Vitéz Korondi Miklós székkapitány. Köszöntöm és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Én is köszönöm. Jó napot kívánok mindenkinek. Mielőtt még szót váltanánk erről a vasárnapi istentiszteletről, a jubileumról és az előzményekről, egy kicsit talán még régebbre kellene visszatekinteni, ami szoros összefüggésben van a jelennel is. Mennyire ment át a köztudatba a mai napig a Vitézi Rend? Tudják-e, hogy mi az a vitézség? A tapasztalataim szerint nem tudják az emberek, hisz nagyon sok idő eltelt a Vitézi Rend megalapítása óta, hisz 1920. augusztus 11-én alakult meg a Vitézi Rend, és ugye éppen 100 esztendeje. Már 100 esztendeje is elmúlt, és sajnos abban az időben, mikor a fénykorát élte, nagyon sokan tudtak róla, hisz tevékenyen részt vettek, főleg a keresztény érzelmű, nemzeti érzelmű emberek, fiatalok, családok, de utána volt egy törés a Rákosi rendszer által, és utána üldözötté váltak a vitézek, olyannyira, hogy erről beszélni sem lehetett, titokban tartották a családok, nagyon megviselte a családokat a vitézségnek maga a folyamata, és természetesen nagyon sok idő telt el, egészen 92-ig, miután 47 év után, 1945-től 92-ig született, 47 év után ismételten lehetett beszélni a Vitézi Rendről, mert 92-ben megújították ennek az eszméjét, és azóta vannak vitézi alágazatok, ahol minden esztendőben ünnepélyes keretek között vitézavatásokat tartanak. Hogy végül is kik voltak a vitézek. A Vitézi Rend mikor megalakult, azzal a cél alakult meg, hogy a nagy háborúban a tetteik után valahogy jutalmazzák a harcoló katonákat, és vagy földadománnyal, illetve kitüntetéssel. És azok lehettek vitézek, akik az első világháborúban legalább legénységi, vitézségi, első osztályi vitézségi érmet kaptak. Ők kérhették a vitézséget, és általában ezek vitézi telkeket is kaptak. Ők voltak a vitézek. A mai körülmények között már kicsit másabb a helyzet, mert az eredeti vitézség ugye a Szent Korona jogforrásához kötődik, 1946. február 1-ével megszűnt, és azokká számítanak jelen helyzetben igazi vitézeknek, akiknek a érdemszerzőjüket 1946. február 1-e előtt avatták vitézzé. Mi egy székkapitánynak a feladata? Ez egy rang? Igen. Elég sokoldalú feladat, hisz a politikai szempontból nagyobb, mint egy választókert, mert jelenleg az én felelősségi területem Pest megye, és Budapestnek a Dunántól illen eső része. Ezen a hatalmas területen vagyok én. Nagyon nagy. Nagyon nagy. Székkapitány az összes hozzátartozó településsel. És hát a feladatunk a nemzeti gondolat, nemzeti eszme továbbvitele, a hagyományok ápolása, őrzése, és hadisírok rendbetétele, vitézi sírok rendbetétele, és minden, ami ekkor, és minden olyan nem nemzeti ünnepen való részvétel, ami fontos a Vitézi Rend számára. Mennyire tetten érhető, mennyire erős Cegléden a Vitézi Rend, mennyien voltak, illetőleg vannak? Minden esztendőben szaporodik a létszámunk, de nem a létszáma fontos, hanem a minőség. Tehát ugye a vitézséghez teljes elkötelezettség kell. Mindenki nem lehet vitéz. Én azokat az embereket szoktam kiválasztani, akik már letettek valamit az asztalra. Ugye most a mai fiatalságon, középkorú, akkor nem kérhetem számon, hogy miért nem szerzett legénységi vitézségi évet az első világháborúban, de ma is lehet olyan tetteket
cselekedeteket végezni, ami feljogosítja arra, hogy a mai körülmények között beívható legyen a vitézi rendbe, és aztán ott lehet bizonyítani, hogy valóban komolyan gondolta-e, cselekszik-e. Általában ezek a személyek leteszik a vitézi esküt, és utána válhatnak vitézi, és aztán már kezdődik az igazi munka számukra Cegléden. Körülbelül 20 fővel vagyunk jelen, de hát több település tartozik hozzám, és ugye mindegyik területen ugye felelősséggel tartozom a kiválasztásnál is, és a további munkálatok során is. A ceglédi vitézi sírok kapcsán egy igen jelentős munkát végeztek el az elmúlt időszakban, mondhatom azt, hogy években. Igen. 2 évvel ezelőtt elhatároztam, már akkor 2018-ban, hogy a 100. évfordulóra valamit tenni kellene, valami nagy dolgot. És úgy döntöttem, hogy megpróbálom összegyűjteni a ceglédi vitézeket. A ceglédi vitézek közé azok tartoznak, akik itt hunytak el, itt születtek. Azok is ide soroltam azokat is, akik huzamosabb ideig itt tevékenykedtek Cegléd városában. Például jeles gimnáziumi tanárok között is nagyon sok vitéz volt. És olyanok is vannak, akik Cegléden születtek, de máshol hunytak el, máshol temették el. Tehát körülbelül ezekből áll össze a úgynevezett a ceglédi vitézeknek a létszáma. És úgy gondoltam, hogy ezeknek az életét, amennyire sikerül a levéltárakban összegyűjtenem, különböző vitézi kiadványokban, egy könyv formájában szeretném megjelentetni jövőre, az első vitézavatás 100. évforduló alkalmából, azaz 2021-ben. Hogy sikerülni fog-e ennek a könyvnek a megírása, azt még nem tudom, mert ugye a jelenlegi vírus helyzet nagyban akadályozza azt, hogy be tudok-e menni a különböző országos levéltárakba, ha történeti levéltárba, stb. A temetőknek az érdekessége az, hogy Cegléden 40 vitézt sikerült megtalálnom, akik a ceglédi temetőkben nyugszanak, és erre az alkalomra, a 100. évfordulóra igyekeztünk rendbe tenni valamennyi sírt. Hozzátartozik, hogy a vitézek sírjának a fele, körülbelül 20 sír nincs megváltva, tehát ezeket teljesen nekünk kellett rendbe hozni, a betűk vésését, minden vitéz neve előtt, ahol hiányzott a vitéz előnév, ott pótoltuk, ha fölfért a sírkövön, amennyiben nem fért föl az előnév teljesen, hogy vitéz, akkor egy kis V-betű ponttal jelöltük meg. Elvégeztük ezeket a családok, sok helyen a családok engedélyével, hozzájárulásával, ahol pedig nem leszármazott, ott mi önként végeztük el ezeket a feladatokat. Volt olyan sír, ahol könyves munkát kellett végezni, például kriptát kellett felújítani, nincs megváltva. Volt, ahol erdőt kellett írtani azért, hogy rátaláljunk egy vitézi sírra. Elvégeztük a véséseket, a felfestéseket és a sírok rendbetételét, és erre a nemes jeles alkalomra, amely vasárnap tükröződik majd a formátumában, minden vitézi sírt nemzeti színű szalaggal elláttunk, olyan nemzeti színű szalaggal, amely 1920 és 2020-as dátum van rajta, és rajta van a másik ágán, hogy a Kárpát-medencei vitézi rend. Úgy fogalmaztam, hogy nagy munkát végeztek, de lehet, hogy úgy kellett volna mondanom, hogy nagy munkát végzett, hiszen a munka dandárja azért az öné volt, ez nyugodtan kijelenthető. Igen, hát ugye mindig kell egy vezér, aki koordinálja a különböző feladatokat. Szívesen tettem, de tudtam leosztani feladatokat, és akiknek leosztottam bizonyos feladatokat, vagy feladatrészeket szívesen vállalták, és nagyon sokat dolgoztak valamennyien, amit majd szerették megköszönni az Isten tisztelet, a jubileumi Isten tisztelet után természetesen a vitézi rendnél szokások különböző okleveleket és érmeket osztogatni, akik arra megfelelően nyújtottak tevékenységükkel, hozzájárultak, hogy ezt kiérdemeljék. Én arra kérem, hogy néhány gondolatot még osszon meg, amit már említett a könyvről, ami ugye jövőre jelenik meg. Most ez milyen stádiumban van? Van-e már végleges cím? Hol tart most?
Nincs. A munka. Több cím is fordul a fejek. Egy biztos, hogy az 1921 és 1945 között felavatott ceglédi vitézekhez rajta lesz, és még nem döntöttem el, hogy kard és kalász, vagy kard és föld, mert ez a két momentum, ami egy vitézre jellemző volt, a kard, a magyar vitézség és a föld, hisz annak idején, mikor először vitézeket avattak, vitézi telkeket is kaptak, azzal a feltétel, hogy nekik azt művelni is kell, a termőföldet. Hát valami ilyesmi címe lenne körülbelül. Akkor az Isten tiszteletről még annyit, ami még egyszer akkor elmondom, hogy augusztus 16-án most vasárnap 10 órakor lesz a ceglédi református nagy templomban, hogy ez egy jubileumi országos rendezvény sorozatnak a része, vagy ceglédi sajátosság? Ceglédi sajátosság, mert azt meg szeretném említeni, hogy igaz, hogy egy vitézi rend van Magyarországon, de mind a politikában itt is osztódás történik, és különböző konfliktusok következtében van három alágazat. Mi az egyik alágazata vagyunk a nagy vitézi rendnek, a Kárpát-medencei vitézi rend, és ennek a jelenleg csak a székkapitányságom területén szervezett, azaz ceglédi rendezvényről van szó. A jubileumi Isten tiszteleten. Milyen jövőt vizionál, milyen jövőt szeretne a vitézi rendnek, akár itt Cegléden, akár az összmagyarságot tekintve? Én nagyon szeretném, ha ugyanúgy kiválasztódának azok a kiváló fiatalok és férfiak, nők, akik a nemzeti eszmét tovább tudják éltetni és vinni, és példamutató életmóddal példát mutatnának a fiataloknak. Nagyon fontos, hogy a magyarságot meg kell tartani, és nagyon nehéz helyzetben vagyunk geopolitikai szempontból itt a Kárpát-medence közepén. Minden irányból érhetnek bennünket támadások, mindenhogy a Trianon bizonyította, hogy ért is. Hát nagyon sok feladat van, és ezt nem szabad hagyni. És a vitézi rendnek az eszménye is ugyanez, hogy keresztény módon élve, nemzeti gondolatot erősítve, hagyományokat ápolva kell tovább vinni ezt az országot, és én úgy gondolom, ha akkor Horthy Miklós kormányzó nem kapott felruházást arra, hogy nemességet hozzon létre, mert arra már nem volt felhatalmazása, de tulajdonképpen a vitézi rend, mint új nemesi réteg alakulhatott ki akkor, és hát abban az időben, mikor a vitézi rendet ugye az 1945-ben megfelszámolták, sajnos a nemesség és a vitézség elhagyta az országot, nagy részben külföldre menekültek, az itt lévőket nagyon meghurcolták. Tehát bizonyos kárpótlást szeretnék a vitézi rend által, hogy ezeket a dolgokat, ezeket a sebeket begyógyítsuk, és büszkék legyenek, büszke legyen ez a korosztály arra, hogy például vitéz őse volt, vitéz nagyapja, dédapja, stb. Köszönöm szépen, hogy nálunk el. Jó munkát kívánok! Köszönöm szépen! Kedves nézők, ez volt a Háttér. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!